Három teljes, ragyogó, gyönyörű napot töltöttek együtt. Mézes heteknek is beillettek. Ott laktak a bulonyszállóban, a kikötő közelében. S ott éltek csukott ajtók és ablakok közt, s csak reggel kopogtattak náluk virágokkal és frissítőkkel. Este felé fedett bárkát béreltek a kikötőben, és egy szigeten vacsoráztak. A hajógyára környékén még hallani ilyenkor a munkások kalapácsát, a hajók visszhangzó testén. Kátrányfüst csapott ki a fák közül, s a folyton imit-amott széles olajcseppek terjengtek, amelyek szabálytalanul imbolyogtak a nap bíbor fényében, mintha csak úszó firenzei bronzlapok lettek volna mind. A parthoz kötött bárkák között siklottak végig a folyón, s a hosszú, ferde drótkötelek egy kissé súrolták is a bárkatetőt. A város esti zsivaja észrevétlenül távolodott, s a cekerek zörgése, a hangok zaja, a kutyák ugatása egyes hajók fedélzetén. Emma kibontotta a kalapszalagját, s már ott is voltak a szigetükön. Egy kis vendéglő földszinti termében helyezkedtek el, amelynek ajtaja előtt fekete hálók voltak függesztve. Hirtelen sült lazacot ettek, utána tejszínhabot és cseresznyét. Aztán lefeküdtek a fűbe, csókoloztak, távolabb a nyárfák alatt. S mint két Robinson örökké itt szerettek volna élni ezen a helyen, amelyet túláradó boldogságukban a föld legszebb helyének vélték. Nem először láttak fákat, kékeget és zöldjepet, s nem először hallották a víz folyását és a szellő lengedezését a lombok között. De biztosan sohasem csodálhatták meg mindezt, minthogyha a természet azelőtt nem is létezett volna, vagy ha csak azóta vált széppé, mióta kielégíthették a vágyaikat. Éjszakára visszaindultak. A bárka egy darabig a szigetek partját követte. Ott maradtak a bárka mélyén, a homályba rejtőzve némán. A négyszögletes evezőlapátok meg-megcsikordultak a villáikban, s a csendben ez úgy hangzott, mint az ütemmérő jelzése, még hátul a csatlókötél, amely szabadon sodródott szüntelen és szeléden csobogott a folyóvízben. Egyszer a hold is előtűnt, amire szép szólamokkal hozakodtak elő mind a ketten, mivel ezt az égi testet mélabúsnak és főképpen patetikusnak találták. Emma még énekelni is kezdett. Emlékszel, egyik este csendesen csónakáztunk. Kellemes és gyenge hangja szétszórodott a hullámok felett, s a szél mindjárt magával vitte ezeket a futamokat, amelyek, mintha a szárnycsapások úgy tűntek el a figyelő Leon körül. Emma szemben állt vele, a bárka falához támaszkodva, ahová a hold is besütött, az egyik nyitott ablakon át. Fekete ruhája, melynek redőzete, legyező formában szélesedett, sokkal nyulankabbá tette, s magasabbnak mutatta. Felszegett fejjel, összekulcsolt kézzel emelte szemét az ég felé. Olykor a fűszvák árnyéka egészen eltakarta Leon elől, majd hirtelen újra feltűnt, mint egy látomás a holdvilágban. Leon mellette a padlón pipacs színű selyemszalagot talált. A csónakos megnézte, s végül így szólt. Az a társasági lesz, amelyiket a napokban vittem. Jött egy sereg széltoló urak és hölgyek is, süteménnyel, pesgővel, szárnykürtel, mindennel, ami csak kell. Volt köztük egy szép, magas férfi kis bajusszal, az volt a legmulatságosabb is. Mondták neki a többiek, halljuk, mesélj már valamit. Adolf, Dodolf, ha jól emlékszem. Emma összeborzongott. Valami bajod van? Kérdezte Leon, és közelebb húzott hozzá. Ó, semmiség, hűvös az éjszaka. Az sincs ám hiával a nőknek, tette hozzá szeliden az öreg matróz, úgy vélve, hogy ezzel csak bókot mond az idegennek. Aztán a markába köpött, s neki látott megint az evezésnek. De hát el kellett válniuk. A búcsúzkodás szomorú volt. Leon ezentúl Roléné címére küldje a leveleit, és Emma oly
pontos utasításokat adott a dupla boríték dolgában, hogy Leon csak csodálta ezt a szerelmi fortélyosságot. Szóval azt mondod, minden rendben van? Mondta még Emma az utolsó csókkal. Igen, hogyne? De tűnődött Leon, míg egyedül ment haza az utcákon át, miért ragaszkodik úgy ahhoz a meghatalmazáshoz?